Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és úgy érzem, hogy ebben a kis mini vlogban érdemes számomra beszámolni nektek arról, ami a tegnapi nap folyamán történt. Ugyanis ugye bejelentkeztem azzal, hogy Debianos videók jönnek, és ezt a live-ban el is mondtam, hogy gyakorlatilag enyhén szólva megakadtam. Akadtak problémáim úgy, hogy én visszatettem az Ubuntu 14.04.2-t. Na most viszont akkor már úgy voltam vele, hogy hát megmutatom én számotokra, hogy mennyire szép tud lenni ez az Ubuntu felület, ugye, hogyha KDE-t pakolunk rá. Erre megpróbáltam és sikeresen rá is tudtam tenni a kompiszt, hogy ugye akkor legyen ez az asztalkocka, meg hullámzóablak, meg mindenféle tököm tudja, szép, gyönyörű, csili-vili legyen, ugye, és hogy ezt majd én számotokra bemutatom a vlogban, live-ban. Na viszont ezt, amikor végrehajtottam, gyakorlatilag működni működött, de sikerült tökéletesen instabilá tennem a rendszert, és én így kezdtem neki a live-nak gyakorlatilag, aminek ugye a vége az lett, hogy gyakorlatilag lefagyott live közben a gépem, és utána újra kellett indítani, és ami nekem fájó pont az az, hogy ugye pont ebből a technikai hibából eredendőleg, vagy hát a saját baromságomnak estem áldozatul, és ezáltal a live is, hogy utána már nem nagyon tértetek vissza ugye a live-ra, hogy nézzétek, illetve nem nagyon szóltatok hozzá, egy-két kedves live megtekintőt kivéve. Viszont én úgy érzem, hogy ezt a live-ot mindenkinek érdemes lenne megnézni, aki szeretne Linux-szal foglalkozni, vagy csak egyáltalán érdeklődik az informatika iránt, még akkor is, hogyha a Linux-ot messziről elkerül és csak Windows-t használ. Ugyanis szerintem az összes live közül, ami eddig volt, ez volt szerintem a legjobban felépítve, mind témailag, mind pedig rendszerileg, és szerintem ez lett a legtökéletesebb informatikai live-om, amit eddig sikerült a kedves ismerőseim és barátaim által prolongálnom felétek. Ugyanis ugye visszatért a live-ba kedves régi ismerősünk, DGG Johnny, aki ugye informatikai tanár, illetve ugye velünk volt Wilmer, Bölcsök Zsolt, aki ugye Windows alól szokott legtöbbször videózni, illetve az én elmaradhatatlan műsorvezető társamnak nevezett kedves barátom, Béna Farkas, és egy olyan szintű informatikai adás sikerült ebben a 2 órában összességében összehoznunk, ami szerintem becsületére válna akár egy kibeszélősos tévének is. Ugyanis a főbb témák, amiket vettünk, csak úgy ízelítőnek, hogyha netán ezt követően szeretnéd megnézni, de nem tudod, hogy miről lenne szó nagy vonalakba. Nos, a live-ba szóba került ugye a Windows 10, hogy mikor fog megjelenni, illetve mit lehet tudni róla, és kedves Wilmer barátom hozott is be olyan információkat, amit még én sem tudtam, illetve igen csak frissek voltak. Ugye a Windows 10 megjelenéssel kapcsolatban miként, ár, stb. Gépigény, blablabla, illetve nem csak a Windows 10 megjelenésével kapcsolatban tettünk kitérőt, hanem gyakorlatilag egy kis eszmefuttatásba is belementünk, egy 20-30 perc erejéig, hogy mi az, amit mi felhasználók elvárnánk a Windows-tól, hogy az újabb Windows kijövetelekor már meglegyen, illetve mivel lehetne még ezt ugye sokkal jobban felhasználó baráttá tenni, illetve utána pedig átcsaptunk gyakorlatilag a számítástechnikai biztonsági dolgokra, hogy gyakorlatilag mit érdemes, hogy érdemes, miért érdemes megtenni a gépünk biztonsága és a rendszerünk biztonsága érdekében, illetve ugye, hogy ne lehessen olyan könnyen lelopni az adatainkat a gépről, és ne járkáljunk mesztelenül úgymond az interneten. Majd pedig egy kedves másik barátom, Scratch bejövetelével gyakorlatilag átcsaptunk egy kicsit a mobil piacra is, és egy kicsit kielemeztük azt a helyzetet, ami igencsak furcsa, ugye? Mégpedig az, hogy gyakorlatilag ugye a számítógépes környezetben szinte egyedülalkodó a Windows, az a Microsoft, míg viszont a mobil piacon viszont ugyanezt el lehet mondani, hogyha azt nézzük, hogy az Android is egy Linux fejlesztés, akkor gyakorlatilag ugye Linux alapú fejlesztés, bocsánat, akkor viszont el lehet mondani, hogy míg a PC-s piacon ugye a Linux van hátrányban, összvisz már fél százalékos részesedéssel a piacon, bizonyos statisztikák szerint addig a Microsoft viszont a
Windows fonjaival a mobil piacon van ugyanekkora nagy hátrányban, sőt, hát majd ebbe kedves Wilmer barátom eszmefuttatását is meghallhatjátok, illetve tapasztalatait, ugyanis ő nem csak Mac-es cuccokat használt, ugye Apple cuccokat, nem csak Linuxot használ most jelen pillanatban, hanem Windows Phone-t is csinált, használt, úgyhogy gyakorlatilag szerintem akit érdekel úgy unblock az informatika minden szegmense, azt szerintem nézze meg ezt a két live-ot mindenféleképp, legalább kóstoljon bele, ugyanis lehet, hogy egy csomó olyan hasznos információ fog elhangzani számára, többek között azoknak is, akik Linuxot szeretnének kipróbálni. Az egyik live alá ugye én be is tettem Béna Farkas által küldött linket, ahol gyakorlatilag a Linuxnak az összes parancsa megtalálható és el van magyarázva mire való, úgyhogy én ajánlom mindenki figyelmébe azt, hogy nézze meg ezt a két live-ot, és írja le a véleményét, hogy mennyiben segített számára, illetve mi már dolgozunk azon, el is kezdtük tegnap este a live után, hogy összerakjuk a következő live-ra tematikusan, hogy milyen témák várhatóak, illetve mi lehet érdekes számatokra, úgyhogy várjuk a témajavaslatokat, és természetesen a hét közepén, amikor már egyre jobban kezd majd letisztulni, hogy mikor lesz egyáltalán live, mert ugye ez mostanában sajnos azt kell, hogy mondjam, nem rendszerű, hogy pénteken legyen, még az sem, hogy adott időben kezdődjön sajnos, ilyen kis piharos az én kis életem, hogy gyakorlatilag milyen témára is számíthattok, és ezáltal is meg tudjátok majd akkor hozni azt a döntést, hogy szeretnétek-e a live-ban részt venni, akár véleményt nyilvánítani, akár kérdést feltenni, vagy pedig számotokra más egyéb téma lenne érdekes, és ezzel is ugye úgymond akkor a ti céljaitokat lehetne szolgálni, hogy ténylegesen csak arról legyen szó, és olyan szakszerű felépítésben, ahogy az nektek kell. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a kis szösszenetet, és további szép napot kívánok neked, de húzod árnyékba, mert rohadt meleg van. Úgyhogy én mentem tovább nagy takarítani, mert még a porszívózás hátra van, úgyhogy további szép napot még egyszer. Hello!